Úgyhogy jön a következő derbi, jön a következő mérkőzés. Most már ugye a legjobb 16 között Michael Smith és Mesut Sujovic válása. Gentlemen, the winner of the Shanghai Darts Masters, a World Match Play finalist, and a former World Youth Champion, that is the bully boy, Michael Smith. 2019-ben mind a világbajnokságon, mind a World Match Play-en döntőt játszott Mike Smith, és azért ő az a típusú és az a kategória játékos, aki már tényleg ott van a közvetlenül a világ élvonalában, jelen pillanatban az ötödik helyen jegyzik a PDC ranglistáján, és ilyetén tekintetben, bár az idei világbajnokság nem a legjobban sikerült számára, hiszen ugye a döntő után az első körben Kuthausszal szembe búcsúzott, de azért ő az a típusú játékos, aki ha elkapja a ritmust, a tempót, a fordulat egy adott meccsen, akkor egészen parád és teljesítményre képes. Mesut Sujovic pedig ugye az örök küzdő, és aki aztán tényleg a idézőjelesen mondva a pokol legmélyebb bugyráiból is képes visszatérni a színpadra, és megnehezíteni az ellenfelének, az aktus ellenfelének a dolgát. Ő 12. a PDC ranglistáján, tehát ő is ranglista alapján van itt jelen pillanatban, és ő egy évvel korábban, tehát 2018-ban játszott döntőt, ami... Hát legendás döntőt ráadásul, mert ami egészen elképesztő. Hát, nem is tudom. Tényleg nehéz jelzőket találni arra a döntőre, amit ők akkor játszottak Gary Andersonnal. Egy egészen parádés 11 történet volt. Tehát. Így van, ennyi kell hozzá, és már is egy 180-nal kezdünk. Megjött. Sujovic legalábbis. Igen. Smith pedig nem. Tripla nélkül marad. Sajnos ez nem figyelt be, de gyönyörű a leváltás, 134. Már is 200 alatt van Sujovic kezdésből, mondjuk. Egyelőre csak lövöldözi körbe a tripla szegmens. Smith. Igen, ő még kóstolgatja. Itt a tripla, meg még egy gyönyörű. 70 pontja van. Szerintem, ha jól számolom, 117, igen, 70 pontja. Egy jó 54-et még. Az igen, egy 10 nyilas mehet rögtön. Hát így a kezét, igen, az utána nyúl a csuklójával, kivezeti. 10 nyilassan nyithatja a mérkőzést. Mesut Sujovic nem bohóckodik. Akármilyen. Tíz nyilas már volt, ugye? Azt hiszem egy. Volt talán. Egy. És bedobja a tizediket. Azt a mindenit. Hát ez még az Olival alkotott mottónkra. Igaz, hogy tíz nyilas rosszabb, mint a kilenc, de egyébként önmagában tíz nyilas gyönyörű játék, ahogy azt láthattuk most. Mindössze egy rontott nyíl volt ebben a legben, az a sima 20-as. A második körben. 59. Jön a tripla, meg még egy.
140. Kérdezik tőlünk, hogy miért nem ordibálgatjuk a 180-at. Én megmondom, hogy aki az én közvetítési stílusomat ismeri, én nem is nagyon szoktam. Önmagában ott van Raspberry egyébként most, és igen, most de jó igen. Az kielvezni, hogy egy az egybe Premier Plánba az ő 180-ait hallgathatjuk, szerintem. Nagyon hiányzik, akkor néha elreztem. De... Jó, oké. Okay. Ha nagyon hiányzik, akkor én is, de nem biztos, hogy jó lesz. Alapvetően a tollát eltalált. Szét is zúzta a tollát. Medi ő nagyon. Hát meg a Laci. Meg Laci nagyon, igen. Laci az ikonikus. Meg Zoli is elég derekasan. Ezért is én már leszoktam róla, mert nem jutok szóhoz. Nem jön a tripla lent, nem csak a második illal. Így viszont nincs kiszálló. Szerintem most 20 éve? Talán nem nagyon telt el úgy esztendő, hogy ne közvetítettük volna a dárcot, és az élő is most már nagyon régóta megy. Aztán 12? 12 biztos, körülbelül a körül, 2012. Csak egy 59, 100-ra megy le, és Szujovics hátsó pályáról is megvicceheti most Smith-t egy 5 körössel, igen, és megvan a tripla, jön a sima 20-as, és a dupla 14, a nagy kedvenc, és azt nem dobja be. De mindig Smithnek kell a tripla a kiszállóhoz, vagy két dupla most már, és nem jön, fölé dobja. Azt a mindenit. A Raspberry és John McDonaldot hátul a fényképen is, együtt. Nyíl a kettő. Na nézzük, hogy a Mansour szektort eltalálja. Bedobja másodikra. De egyébként az volt a vicces, hogy tévés tornán ugye, bár nem is nagyon volt tévés torna, de pont az első fordulós mérkőzés előtt utoljára 2019. novemberében szállt ki Mansour Szujovics dupla 14-jel, annak ellen, hogy ez a nagy kedvence. Ami érdekes, hogy ez benn van a sarokban. Benn bizony. Hogy ugye kettőjüknek ez a 20. találkozója, és elég szoros, de mégiscsak Szujovics javára billen a mérleg, hiszen 10 meccset nyert meg az eddigi 19-ből, egy végződő döntetlen, egy Premier League találkozó, és 8-at nyert Michael Smith. Bizony. Igaz, hogy az utolsó két meccsüket, amiket egymással játszottak, azt mind a kettőt viszonylag maga biztosan Smith-húzta. Igen, és akinek nem stimmelne a matek, amit Miki mondott, de volt egy döntetlenjük is. Nem csak, hogy ugye a két győzelemből nem jön ki, van egy Premier League döntetlen. Azt mondtad? Bocsánat, akkor én nem figyeltem. 10, 1, eddig egyszer találkoztak világbajnokságon, de az már nagyon régen volt 2014-ben. Úgyhogy itt inkább zömmel European Tourokon nagyon sok találkozás volt kettőjük pár harcában. 180! Ezzel rögtön le is varázsolta magát kiszállóra Smith. 96. Úgyhogy brékkel, és egészen vastag 100 fölöttivel esetlegesen hozhatta is volna ezt a leget. De nem. De azért még jó pozícióban van, 50 ponton maradt. Láttunk egy 156-ot Vandenbergtől, 157-et nem tudta dobni Aspinall, ott a pici hiányzott. Az első két tripla az megvolt. Itt most ugyanaz a helyzet. Smith visszakapja a lehetőséget. És a dupla 20, a dupla 10-et keltett vissza. Nem dobja. Hát ez nagy hiba. Ja, nagyon nem mindegy, hogy milyen különbségek alakulnak ki erről. Egyébként pont a mérkőzés utáni interjújában Dimitri Vandenberg beszélt. És bedobja a dupla 20-at. 3-0. 3-0. Nagyon elhúzott. Szóval ő mondta, hogy ott az a 156-ra nagyon koncentrált, mert érezte, hogy nagyon nem mindegy, hogy 7-3 vagy 6-4 ezen a mérkőzésen, és lehetett is látni, hogy igazából
amikor már ott a végjátékhoz közeledve vissza tudta állítani a négyleges különbséget 8-4-re, ugye Dimitri Vandenberg ott szakadt el a cérna a küzdés. Hát ez mennyivel jobb, mint hogyha én itt erőlködnék, nem? Hát Rászbré egy gyönyörű hangja. Igen. Szóval, hogy ott elszakadt a cérna nála, látszódott, hogy ott vége. Ott a küzdelmet föladta, nem tudott már, érezte, hogy van ez a pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy már nem, tehát akármit fog csinálni, nem képes visszajönni. Nyilván próbálta, de ott véget ért neki. Itt látom, egy kedves hölgy néz, írta is, hogy hát volt két olyan kiemelt, aki nem nagyon sírta, nem hullajtott könnyeket, de Espinalér igen, hát igen, sokan kedvelik, ő egy új csillag a PDC-nek, és egy nagyon szimpatikus játékos, lehetett is látni, amikor megtapsolta a 156-on. Hát azt inkább nem akarom, hát nem írta le egyébként, de vannak típjeim. 81-et dobszul Jovic, 76-ról. Hát nem hiszem el. A 8-as dobja, itt nem talált el, az sima 16-ot Smith. Hát nem, nagyon nincs itt fejbe. Hát most mákja van, hogy... Nagyon igen. Nincs itt fejbe. Ott van a baj, igen. Ott van, igen. Ahova mutogat, ott van a baj, mert a kezével nincs gond, azért ő első körben is 100 fölötti átlagot szórt, tehát most itt valami nagyon nem klappol még, de majd azért ő képes helyre rántani magát egyébként. Akinek valami furcsa lenne rajta, annak azért feltűnhet, hogy rettenetesen sokat fogyott. Igen, ahogy Ariel Lewis is. Igen, abszolút. Eltűnt a pocak. Michael Smithnél körülbelül olyan 3 számmal kisebb mezt kellett csináltatnia az előzőkhöz képest. Annyit lefogyott, úgyhogy azért az egy elég derekas teljesítmény volt részéről. Nyilván nem csak az esztétika, hanem a saját egészsége szempontjából is ez egy igen hatásos mutatvány volt a részéről. 100-as Szujovicstól. Na, jó, elmegy a tripla 5-be, de a korrigál. Az 90 lesz. Ugye nem mindegy, hogy 3-2-4-1 az első szünet előtt. Nem jön a triple egyszerűen Smithnek. Csak 60. Eddig arra nem számított, hogy kiszállókat hibázgat folyamatosan Szujovic, mert azért nem kiszállózik rosszul, eleve már az előző fordulóban sem volt olyan rossz, most pedig 60%-on 5-ből 3. De viszont nem dob triplát Szujovic, így aztán 100 fölött maradt, 136. Pont a magyar verséről beszélnek. 180! A helyi kommentátorok is, úgyhogy majd arról beszélünk, hogyha most lesz egy szünet, és akkor utána beszélni fogok majd róla picit, mert már érkezett kérdés is ezzel kapcsolatban, mi a helyzet az érdi versennyel. És a dupla 8. És közben egy 136, bedobja! 4-1! Az igen! Azt a betyárját, ez gyönyörű volt, még Smithnek is tetszett, még pacsizik is. Az első kört tehát Szujovic hozza. 4-1-re is. 4-1-re vezet. Hogy folytatódik, azt majd meglátjuk. Egy pár perc szünet után. Félig nem lehet bulldogni. A műsor támogatója a Dreher. Abszolút nagyon egyben van. És hát nagyon nagyot kell dolgoznia most Smithnek, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. Láttunk már azért ilyen hátrányból fölállni játékosokat, és azért Smith is képes rá, de ahhoz azért az is kell, hogy Mensuk Szujovic játéka egy picit visszaessen. Mert eddig nagyon szép számokat produkál, 6-ból 4 kiszálló 66,7%, 95,07-es első, vagy körátlag 102,7-es első 9 nyíl. Úgyhogy azért
ezek szép mutatók. És akkor egy picit kitérve gyorsan, ha már a helyi kommentátorok is ugye bele nyúltak ebbe a sztoriba, hogy ugye kérdezik a magyar European Tour versenye kapcsolatosan, közben egy 180. Hát annyit tudok elmondani, hogy folyamatosan egyeztetjük ugye a dolgokat a PDC vezetésével és a magyar hatóságokkal is, és hát a versenyt, ha amennyiben a vírus helyzettel összefüggésben és a sportrendezvényekkel összefüggésben, vagy akár a beutazással kapcsolatos jogszabályok nem fognak változni, akkor meg fogjuk tartani az eseményt. Mi most jelen pillanatban ez alapján dolgozunk és erre készülünk, úgyhogy nem, tehát a jelenlegi körülmények között megtartható a történet, közönséggel teszem hozzá. Úgyhogy nyilván játékosoknál ugye attól is függ, hogy melyik ország, itt ez azért mondtam a beutazással kapcsolatos dolgokat, mert nem tudjuk, hogy melyik ország milyen besorolásba kerül. Nyilván mi aszerint tudunk csak cselekedni, amit a jogszabályok előírnak, úgyhogy mi készülünk a versenyt rendezni. Továbbra is lehet jegyeket venni rá, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Most a PDC is nagyjából arra készül, hogy az lesz az első közönség előtt lejátszott verseny, úgyhogy azért nagyon izgulunk. Igen, arról beszéltek az angol kommentátorok is, hogy bizony úgy néz ki, hogy az lesz az első szeptemberben, mert hát ugye a Premier League-et is úgy alakították át, hogy augusztus utolsó napjaiban majd egymás után ugyanígy egymás után 5 vagy 6 fordulót, most így majd mindjárt meg fogom nézni. Tehát akkor egy hétre betették ezeket a... Egy hétre betették a... Hát igen, egymás utáni napokon lesznek, így van. Itt Milton Keynesben ugyanígy csak át fogják építeni, gondolom, ezt a színpadot, és ott fogják majd rendezni egymás utáni premier fordulókat. Elcsúszik az ötösbe, elvezeti az első nyíron. 45. Döcögős ez a legitta. Körbe, és nem jön. 116 marad. Most kiszállóra mentsz az hátsó pályán. Szujovicsnak kell most egy kicsit összepakolnia magát. Igen, mert szépen jött föl. Nem lenne rossz, az most már nem lesz, ugye? Igen, ez a leg, ez nagyon rossz neki egyébként, főleg, hogy ő kezdte. Igen, most nagyon sokat hibázik, három olyan köre is van, amiben nem volt tripla. Smith kihasználhatja ezt, meg is van, és a 40 be is dobja, egy 100 pluszossal ő is, és 4-3, és ő kezd. Én mondom, hogy ez a 4-1 ugyan nagy előnynek tűnik, de pillanatokat ledolgozható jó játékkal. Nem mindegy egyébként, hogy ezek a 2-3 legnyi különbségek a mérkőzés mely szakaszában alakulnak. Az elején, tegnap is láthattuk, azt hiszem volt talán két olyan mérkőzés, ahol azonnal 3-0 lett, és bár a végén ugye aki vezetett, az behúzta a meccset, de egy szoros mérkőzés volt. Igen, és pillanatok alatt vissza tudnak jönni. 134. Tehát azért ezek a meccsek, ezek tudnak így pulzálni, hogy van, akinek nagyon elindul a keze, utána a másik az mondjuk megnyugszik tőle, a másik meg még jobban beindul tőle, és akkor utána ugye jönnek ezek az egyenlítések, akár fordítások is. Úgyhogy ezek nagyon, ezeket a meccseket lehet nagyon szeretni, azt gondolom, ahol tényleg így az izgalom az folyamatosan fenntartható. Na most megnézd meg, most meg Smith nem találja el. Százas. Egyébként pont, ha jól emlékszem, a Szujovics Jamie Hughes meccsen volt az, hogy azt hiszem 5 vagy 6 break-leg volt egymás után. Hát állandóan elnyeregették egymásnak a kezdéseit. Aztán lehet, hogy rosszul emlékszem rá, de elképesztően az is izgalmas volt egyébként 12-10.
nyerte csak meg ugye Szujovics, elképesztő izgalmak közepette, és 100 fölötti átlagon fejezték be mind a ketten a mérkőzést, ugye mind Hughes, mind pedig Szujovics. Nem találta el a bult. Daryl Gurney-Ricky Evans. 24 nap az, ahol, ja, ahol sokat, ja, sok break volt. Volt egy 5-6 leg, ahol egymás utánba jöttek a breakek. Mm-hmm. 40-re tette le magát. Louis Matchen? Most Medi azt írja, hogy Louis Matchen volt, ahol zsinórban voltak Louis, azok Louis a... Steve. Igen, igaza van, igazán. Louis Matchen volt, ahol zsinórban jöttek a breakek. Ez tény és való, igen. És bedobta Szujovics 5-3. Hát a felkapaszkodási kísérlete Smithnek nagyon jól indult, de most de megtörni látszik, hiszen nem egyenlítés lett belőle, megint visszaállt a két legnyi különbség, és ő fog kezdeni, tehát akár a 3 is visszaállhat, hogyha dob egy jó leget az osztrák. Most viszont nem dob triplát. Nézd meg, 58. Smithnek jön. 97. Most jön a tripla, de az ötösbe. Azt nagyon aláejti. Az 92 a vége. Ezért 1991-ben Larry Butler és Dennis Priestley játszott az első World Match Play döntőt. 16-12. Igen. És Larry Butlerrel még néha találkoztunk szerintem, ha jól sok, azok, akik régebb óta követik a dárcot, azért az élő, a World Cup of Darts-okon azért találkoztunk az amerikai csapatban vele. Aztán hosszú angol hegemónia Phil Taylor főszereplésével néha-néha befért azért más is oda, például Rod Harrington kétszer egymás után, vagy Colin Lloyd. James Wade-nek is sikerült ezen időszakban nyerni, de alapvetően ott Phil Taylor azért uralta. Hát, aztán Fangerlin 15-ben megtörte az angol hegemóniát kétszer egymás után. Taylor még búcsúzó 2017-ben azért megmutatta, hogy mit tud az öreg, és aztán Gary Anderson és Tyro Cross. Az biztos, hogy nem lesz címvédés. Ugye ez már eldőlt. Az, igen, az már el. Közben Szujovics a 76-ra megdobja a tripla 20-at, és a dupla 8-at is elsőre. Visszaállítja a különbséget 6-3-ra. Száz 80! Jó kezdés Smithtől. Hatodik a meccsen már. Kérdezik tőlünk, hogy szabályos-e, ha a tolla vagy a szárával céloznak a dárccal, és hogy Szujovics hogy céloz, hát nem azért fordítja ő be. 180 megint. A nyilat, mert azzal célozna egyébként a lehető legrosszabb, ha valaki a nyillal célozgat, mint egy lövész, egy fél szemet becsukva mondjuk. Ugye a dártsport nem arról szól, hogy a nyillal kell becélozni azt az értéket, amit el szeretnénk találni, hanem közben megdobja a dupla 20-at Smith, hanem ugye alapvetően arról szól, hogy a szem-kéz koordinációt hogyan építi föl valaki. Tehát nem a nyillal célzunk, hanem kvázi a szemünkkel, és utána ugye az agyunkkal utasítjuk a kezünket, hogy oda is dobja azt a nyilat. Félig nem lehet bulldobni. A műsor támogatója a Dréher.
mint ahogy ezt már Lajos mondta, a Premier League-et is majd augusztus végén. De hát bízunk benne, minél hamarabb visszatér majd a teljes egészében a dolog, de már legalább játszanak, már legalább nem az összeeszkávált garázs falon kell. Igen, egy borzasztó képminőséggel. Aminek annak is megvolt a varázsa, meg legalább volt valami, amire úgy lehetett számítani egy adott napon, hogy este 8 órakor csak elkezdődik valami, és minden hátrányával, meg előnyével együtt. 6-4-ről jön tehát a folytatás. És most vagy egy külön túl is vannak, és kezdtek rosszul. Közben kaptunk egy jelmondatot, pont ezen a bullos történeten föl buzdulva, és ugye én itt mondtam is, hogy mindenkinek ott van a lehetőség a kezébe, hogy ő kezdje a meccset. Úgyhogy Medi küldött is egy jelmondatot. Mára mindenki a saját szerencséjének a pogácsa. Akkor ez lesz a mai motto. Medikém. De nyilván ez nem egy olyan nagy újdonság, de egyébként ide illik, abszolút. Tehát teljesen rendben van. Nekem nem jutott eszembe, úgyhogy innentől kezdve. Egy kicsit pontosítsam egyébként a történetet. Augusztus 25-én fogják elkezdeni majd, és onnantól kezdve egészen augusztus 30-ig 6 darab forduló lesz lebonyolítva minden nap egy forduló a Premier League-ben, és utána elvileg szeptember 17-től térnek vissza a normál kerékvágásba hetente egy forduló, illetve október 1 és 15 között nem lesz, tehát ott a 15-dik az este majd Newcastle-ben október 1 és október 15 Sheffield, és aztán a döntőt pedig október 22-re tervezik Londonba. 140 Smith. 7-4-re van lehetőség egy 50-es kiszálló, pontosabban ugye 50-ről Szuljovicsnak. Megint 7-4-jel 3 legkülönbség lehet, de az meg kell dobni. De nem dobja ki! Na most elrontja. 100 fölöttivel Smith megint zárkózhat. Megvan a tripla 19. Dobja a hetet, és a dupla... Azt is bedobja! Az igen! Na ez most egy érdekes helyzet lehet. Most megint... Újabb fordulópont? Igen, egy olyan lélektani helyzet lehet, hogy Smith megint visszajöhet a meccsbe egálra. Ahhoz mondjuk nem 60-at kell dobni, az is tény. Hiszen ő kezd, egyleges hátrányban van. Szuljovics most megint összekapja magát. 100-zal nyit, az még nem egy olyan nagy előny a 60-ra, de nem rossz. Na így Smith már tud lépést tartani egy 131-jel. Az átlagok legről legre. A 10 nyilas, ugye a 150,3. Azért látszik, hogy vannak olyan legek, ami Mensuszujovicsnak egész egyszerűen katasztrofálisan sikerül. Meg egy 180-nal lemegy 130-ra Smith. Azért talán próbálja a kezdést érvényesíteni. Michael, we require 130. Hetvennégyre marad Smith. Michael, you require 74. Itt lehet az egyenlítés. És nem találja el a dupla 20-ast, így viszont lebrékeleti Szuljovics egy 108-as kiszállóval, egy újabb 100 fölöttivel. Megvan a tripla, a sima 20-as, az is megvan, dupla 14. A kedvenc. És azt megint nem találja el, hihetetlen. Azért ezeket egy nyílból dobálta
korábban dupla 14-eket, dupla 10 viszont Smith kedvence, neki meg az nem jön, és a dupla 5 sem. Azt a mindenit, hát megint egy kezdés le fog adni Michael Smith. Na nézzük azt a dupla hetet. Megdobja első nyírra a Szujovics. 7-5? Nincs egyenlítés. Megint két leg a különbség. 16 nyilas, miközben Smith már a három kör után 130-on állt. Na hát... 58%-on kiszálozik Szujovics, 12-ből 7, miközben 13-ból mindössze 5 találata van Smithnek, így 38%-on, önmagában nem lenne rossz egyébként. Megint nem kezdett túl jól Smith. 100 után, ha tudja jól folytatni, Szujovics megint visszaállhat a háromleges különbség. 100-as megint, az két darab 100-zal nyit. Ebben a legben. Aj, megint szektorhiba. Na jó, akkor igen, 135. Kiszállóra megy Szujovics. Szép. One red and one. Then see you require 161. Na nézzük. Triplának tripla, csak a tripla 5-be megy, ami kevés. Oda is a lehetőség. 60-at, 101-e marad. Kiszállója Smithnek. Ha így folytatja, akkor nem olyan, 105, teljesen együtt. De mégis Szujovics kezdi a kiszálló csatát. Megvan a tripla 20. A 13. 13-as is, és a 28. Bedobja, most megdobja, és egy újabb 100 fölötti. Azt hiszem két sikertelen után választott a harmadikra mindig ezt a dupla 14-et. Ugye ezt Lajos mondta, hogy ez a kedvence. Hát ez arra nem fog lemondani azért, mert egyszer-kétszer nem találja. Arra nem nagyon mond le az ember egyébként a kedvenc. És meg is a saját lóra alatt egy kicsit azért nyilván szidalmazza önmagát Smith. Hát persze. 100. Most ez ugye az a leg jelen esetben Szujovics számára, amit nem feltétlenül kell minden áron megnyernie, de ha már ilyen rosszul dob Smith, akkor akár az is előfordulhat. És akkor viszont kezdhet a győzelem. Ja nem, bocsánat. Aha, 11-ig megy. Igen, most még a 11-ig megy, de nyilván minél tovább megőrzi ezt a két-három leges különbséget, annál nagyobb esélye van egy nyugodt végjátékra. Smithnek meg nagyon kéne kapkodni a virgácsot és dobálni azokat a triplákat, de nem jön. És nézem most az átlagokat, mert hát pedig nem is olyan gyanús. Azt hittem, hogy egy kicsit rosszabb jelen pillanatban. 95 és 96-os körátlagon vannak, úgyhogy nem rossz, de nincs nagy különbség közöttük. Most egy 140-nel oda pörköl Smith, 124-re lemegy. Hát meg 9. 124. Nem jön a tripla, nem jön a tripla Smithnek. Megint az ötödik kört éljük meg, ebben a legben már három köre volt, amikor nem dobott triplát.
És 68 pontja van 15 nyíl után. Vissza kell dobni a triplára, 80-a van. 60 marad. 68-ra Smith. Michael, you require 68. És bedobja a dupla úszat. 86-ra módosul az állás. Döcögős volt nagyon. Igen, fejben. Hát most kell dobni egy négy körös Smithnek. Az hármas. De rosszul kezd Szujovic. Azt a mindenit. Itt a lehetőség Michael Smith előtt. Hát nagyon nem élt vele. Mind a ketten kicsit szereléket igazítanak, meg hegyezgeti picit a nyilait Smith, közben egy picit helyre is rakja a gondolatait. Ezek az idők, ezek a lopott másodpercek erre nagyon jók, és azért Szujovic ellenfeleként erre mindig van egy kis időd. 59. Jön is a tripla, 180 a dob, hátsó pályáról, nagyon nagy lehetőség, 150-dik a tornán. 92-vel 170-re teszi le magát Michael Smith, Szujovic meg 180-nal sem tud kiszállóra lemenni, úgyhogy mindenképp lesz 6 nyíl a 170-re Michael Smithnek. Michael, you require 170. 98-a, 72 a maradék. Nyolc hét lehet az állás, ezután a legután, és Smith fog kezdeni. De már láttunk ilyet, és akkor valahogy soha nem jött ki jól a kezdés Michael Smithnek. 32. És nem találja el, de még mindig rengeteg lehetősége van, de az, hogy Szujovic ilyen rosszul dobjon egy leget, ez hihetetlen egyébként. 222 pontja van 5 kör után. Már valószínűleg készül a következőre. Mert nem, ezzel nem tud mit kezdeni ezzel a leggel. Ha csak nem Smith hibázik. De hibázik! Hát ez hihetetlen. 6. kör és Smith nem fejezi be. Megint ugyanazt a hibát elköveti, hogy a 3 kör után már kiszállón van, és mégsem oldja meg 3 további kör alatt. 125, megvan a 25. Tripla 20 kell Szujovicsnak. Bedobja azt is, és a dupla 20! Hát ez dráma lehet! Bedobja! Hát ez hihetetlen, mit molyolt el Michael Smith? Hát milyen lehetőséget ennyire elpackázni valamit? Hihetetlen! Hát ott volt neki 3 köre, hogy 170-et befejezzen, és nem tudja megoldani 9 nyílból a 170-et. Szujovic meg már megint. Ez már a 8. 100 pluszos kiszállója. Na kérdés ugye, hogy Aspinallban benne maradt az a 156, hogy most ez a forma benne marad a Smithbe. Hát, most jól dob, de hát ez kezdésből szinte kötelező. 60. Hát, és
ugye nagyon nem mindegy, hogy 8 hétnél dobsz egy ilyen mondjuk 4 köröst, mint most, és 8-8 az állás, vagy pedig most megint csak azon múlik, hogy két legre megközelítsed az ellenfeledet, és aztán úgyis ő kezd. 97. Michael, you require 81. Most berakja magát 32-re, most a 40 az meg viccelte. Michael, you require 32. Na, 32. Ez a szeme. Hát ez elképesztő, hát mit és művel. Most, egy most még ezt azt hiányzik, még csak a lelki világára. Akkor szerintem megfejeli az asztalt, biztos, most kiszáll. Nem. Szerencsére ez nem történik meg. Egy 140-et odapirított. Hát azt az arcát, azt én is megnéztem volna, de dupla 8, megvan. Na, 9-7. Na, és most rosszul kezd Szujovics, megint a lehetőség Smith előtt. De nem jön a tripla, de jön csak a hármason, 49. Hihetetlen. Elképesztő. Elképesztő, mert tényleg Smith olyan hibákat vét, ami egyszerűen nem engedhetne meg magának, ha tovább akar jutni. És előfordulhat, hogy itt az első forduló végén és rögtön a második forduló elején már elbúcsúzunk a tavalyi két döntőstől. Hiszen Rob Cross már nincs, Michael Smith meg már a kiesés határán van ezzel az állással, de hát még addig, amíg meg nem dobja a 11. duplát, vagy hát ki tudja majd hányadikat Szujovics, addig még nincs vége a meccsnek. Azt az utolsó duplát, azt meg kell hozzá dobni. Nem jön a tripla most Szujovicsnak sem. Nézegeti a helyet, hogy honnan kéne a tripla 20-as megtalálnia, de nem sikerül. Igen, 140 kéne, de nem jön. Neki is nincs triplája. Elképesztő. Nézem az átlagokat. Tehát 90,78 Menstru Szujovics, és 93,4 Michael Smith. Szujovics egész egyszerűen a parádés kiszállózása. 64,29 százalékos kiszállózás. 14 rádobott nyílból, 9 benne a duplába, míg Smith 22 nyilat dobott el duplán, és abból csak 7 volt sikeres. Na most jön a 140, ami már nagyon kellett neki. Szujovics 138-ra. Megvan az első. A tripla 18 nem jött, de így lerakja magát 40-re. Smithnek kell a 100 plusz. Ha nem akar a kiesés szélére jutni, a 7-es... Után megjön a tripla, dupla 18, bedobja! Hagyta bré! Egy szektor hiba után ilyen magabiztosan kerekítőt és duplát dobni. És megint itt a lehetőség, hogy kiegyenlítsen. Megint meccsünk van, igen. De megint 60-nal kezd csak Smith, és most már annyiszor eljátszotta ezen a meccsen, hogy megközelíti Szujovicsot, és utána nem tud átütő erővel dobni első pályáról. És megint Szujovics egy 140-nel válaszol a 60-ra. Na most jön Smith-től a tripla. Levált. 97. Azt nem látom, de szerintem a második benne van. Igen, egy százas.
Jön a tripla 20, a másik oldalon is, meg még egy. És a 180-nak kiszállóra kerül Michael Smith. Talán az első olyan leg az ilyen felzárkózások között, amikor jön neki most már. És itt 105-tel 156-ra megy le. Szujovic. 88 pontja van. 72 marad Michael Smithnek. 156 Menzur Szujovicnak. Megvan az első tripla. A Smith már mosolyog hátul. Kínjába. És nem dobja ki. Pedig láttunk ma már egy 156-ot, de már láttad, hogy Smith milyen kínosan mosolygott már hátul, és közben ő meg bedobja a 72-t elsőre. Ez elég hanyag módon, de 9-9. Egyenlít. Parádés. Utoljára 0-0-nál volt egál. Nagyon szép, 131 a 125-re. Nagyon jól dob most Smith. Kicsi előnybe kerül Szujovic mögött, jön a tripla. 140, nagyon szép Szujovicstól. Ó, de nagy leget dobnak most. Na, az megint egy 136. 136. Nem? Jól emlékszem, vagy ilyen? Igen, azzal zárta az első etapot. Most megint dobja. Megvan a két tripla. Hihetetlen, bedobja! Elképesztő a manus. Hát ez még Michael Smith is megtapsolja. Ilyen szituációban bedob egy ilyen 12 nyilas. Smith hozza ezt a leget, akkor rögtön itt megyünk is majd a... Ez a kiszállózás, még mindig brutális Szujovicnak. Ráadásba. Hú, hogy kezd? Oda néz. Az egyes? Az egyes. Az egyes. Csak 82. 16-ból 10 duplát dobott meg az osztrák. 62,5%. 24-ből 9 Smith. 37,5%. Elcsúszott a tripla 5-be. Ott viszont jön a tripla, még egy. 140, már kiszállón Smith. Új fent, negyedik körben. Hát itt most nem sok babérterem. Szujovicnak ezt érezte Smith is, hogy ezt a leget már nem engedheti el. Hát ugye azzal a győzelmet jelentette volna az osztráknak, de itt most nagyon meghúzta a dolgot. Belefér, most kell mondjam. Így meg pláne belefér. Nem. Oh! 68-ról. 12 és a dupla 20 bedobja. Bedobja. 10-10, ez azt jelenti, Strasbourg is elmondja, hogy miután két leg különbséggel kell nyerni, ezért 11-10, tehát a következő legnél nem fejeződik be. Jön egy tripla, meg még egy. 180! Most nagyon elkapta a fonalat Smith. 11. a meccsen. Hanyadik ez? Szerintem... Smithnek a tizedik.
Ő dobott 10-et a 11-ből? Bizonyám. Az igen. 57. Na nézzük. Mi jön most? Egy alá. Egy fölé. Egy bele. Egy bele. Így van. De viszont óriási előny Szujovics előtt. Most nagyon jó pozícióba került Smith. Ó, egy ötös. 85-es, sokba kerülhet ez a hiba. Mert hát már így is előtte van, hát még amit dob most. Ha dob. Csak 58 kiszállón lesz, de nagyon nagy, hát azért majdnem 100 ponttal vezet. Azért az még komoly előny. És nem dob triplát, nem megy kiszállóra. Nem bizony, ez így viszont óriási baj. Főleg így, nem is kell rámennie. Jó, igen, a 17-esbe akarta a tripla, 17-be, hogy 36 maradjon, de nem fordult rá eléggé. Mutatja is a mozdulatot, hogy mit kellett volna. És itt a büntetés, hihetetlen, megint föléled. 74, bedobja azt is! 162-vel 32-re kerekít. Na jön-e a kiszálló? Már csak a 14-es Bull! Bedobja! Hihetetlen! Hihetetlen! És kezdhet! Smith vezet! Micsoda kerekítés volt Szujovistól, és dob egy bullos kiszállót, Bully Boy! Először a meccsen, de a legjobbkor vezet! Mert most kezdhet a győzelemért. Egy leget kell első pályáhoznia. Össze tudja-e magát még kicsit jobban szedni? Nem a legjobb kezdés, de egy százas. Az első három nyílból. Nézzük Szujovicsot. Aládobja. Az bent van. 140! Hát, van-e visszaút még? Ott is megjön a tripla lent. 134. Az igen, 134 a folytatásba Smith-től. És már is 300 alatt. Nézzük Szujovicsot. Nagyon kell, bent van, ott fölötte szépen rávezeti. 140 az is. Gyönyörű. Óriási. Nagyon jó kis meccs. Nincs tripla. Kiáll, cserél, hiba, nem megy kiszállóra Smith. És nézd meg azok után, hogy elveszi Szujovics kezdését, lehet, hogy elbukja a sajátját. Dob még egy 140-et, Szujovics az óriási for lesz, de így sem rossz, 130, 91-re megy le. Na most kell, egy nagy kör, de nem így, hát itt 55! 160-ra megy csak le. Az igaz, hogy egy szektor. 91. És megvan az 51. 11 nyilas lehet. És bedobja! 11-11. Hihetetlen. Micsoda mérkőzés lett belőle. Visszaveszi a kezdés jogát. Smith nem akarja elhinni. Milyen fordulatok. Mennyit melózott rajta, és erre kap egy 11 nyilast hátsó pályáról. Megvoltak ugye ezek a két-három legnyi különbségek Szujovicsnak. És aztán 10-10 úton éri. És most nézd meg, kezd egy ötössel, hihetetlen a Manusz, ez is. Nem tudnak kezdeni, 82. Hát nem mondom, hogy a legrosszabb, de nem is olyan túl jó. Ettől függ, hogy mit dob Smith. Az előző kör, hát így most jó. Mert ő legalább dobott triplát, Smith nem. Így már nem olyan rossz kezdés. De ahhoz még továbbra is folytatnia kell a jó játékot, hogy megőrizhesse ezt az előnyt. És dob egy 96-ot. Smithnek kell a két tripla most már kötelezően. 94-jel az egy tripla megvan. Nincs nagy különbség. Igen, még, hát igen, csak Szujovics kezd, tehát hátsó pályáról ezt
Tehát most már ugye a kettő különbség kialakítás, az mindenképpen kell egy break. Itt viszont nehéz lesz így, hogyha 140 rácsap a kezére. Ötvenhét! Kevés! Nagyon kevés! Mert most Szújovics nagy valószínűséggel már kiszállón lesz. Igazából a kérdés csak az, hogy milyen értéken. Viszont most ő se dobám triplát. 64-jel, nem a legjobb kiszálló, 119 egy triplával megoldható. Ide viszont kéne még egy, és nem dobja be, így viszont 6 nyila van 119-re Szújovicsnak. A 19-es az sima, a 20-as meg nem tripla, az már igen, így marad a 20 pont. No, 191-re már csak a kerekítés lehetősége maradt. Szép. Az viszont gyönyörű. 126. 25 marad. Dupla 10-zel viszont Szújovics ismét előnyt szerezhet magának. Na, de viszont azért most már ott van a nyakán Smith, tehát annyira nyugodt nem lehet. Ezt be kell dobnia, ha előnybe akar kerülni. Dupla 5 az utolsó nyillal. Elrontja. Elrontja! Hát hihetetlen, milyen esélyt kap megint Smith! Ó, és kipattan az első nyila! Az megvan, dupla 10! És nem dobja be! A 25-ösből kipattant, így nem tudott más csinálni, mint 15-ösre rámenni. Szujovicsnak hát, kerekíteni kell, ez valami dráma. Egészen hihetetlen, mi zajlik hogy ezen dráma a színpadon most. Színpadi dráma. Smith mindjárt leszerel valami lámpáton. Nem, igen, nem tudnak ilyenkor hova menekülni, ugye nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Megvan az egyes, a neheze, ahogy mondani szoktuk. Dupla kettő, bedobja! És már megint jönnek a szerb káromkodások tömkelegével. Na? 96. Ott meg hátul az angol. Valószínűleg szidja magát rendesen Smith. Színet. Pedig most, hogy és megint bekezd egy 60-nal. Jó, hát persze hátsó pálya, tehát itt most Smithnek ez kötelező. A szép, 134. Nagyon nagy játék. Látod, nem véletlenül írták ezt hajnali egyig ezt a programot, hogy ilyen meccsek lesznek, amiket hosszabbításba torkolnak. Igen, mert pedig Anderson, James benne van abban is szerintem most benne van az, hogy azért kimaxolják, nem is teljesen. 140. Igen, számom, Whitlock. Hát ott, ha Whitlock jól játszik, akkor bármi lehet, de szerintem ott Whitlockon fog múlni. Fangerven hozni fogja a közel 100-as átlagot. Ha Whitlock jó lesz, akkor az is izgalmas lesz, ha nem, akkor sima. 131, nem is nagyon kell erőlködnie. Egy nyugodt 19-es vagy 11-es megvan. A végére Szujovics az egekben. Nem is nagyon erőlködik, majd megint a kezdésből próbálja az előnyt kiharcolni magának. Több mint egy órája már a színpadon van. Be is dobja a dupla 20-at Smith, ezzel egyenlő az állás. Még nem? Még nem, 27, igen. Még nem, még van, még három leg lehet. Pontosabban kettő, és igen. Még nem, igen, mert azért akart vacsizni, mert úgy érezte, hogy ez a döntő, de ez még nem. Itt most 11 nyert, tehát kettővel eltolódik. Nem a 25. leg a döntő, hanem a 27. Akkor lehet, hogy... Na, itt van egy magyar hölgy, aki állítólag látta a saját képét ott hátul. Most föltöltötte ide is.
Egy, ha jól látom, egy ilyen sárga-fekete mezben áll egy tábla előtt. Nem tudom, talán mintha egy ilyen öltözőnek kinéző hely lenne ott mellette. Na hát majd figyeljük, egy darts tábla és egy sárga-feketében éppen dobó hölgy, úgyhogy ha már látta magát, akkor bekerült a rotációba, úgyhogy biztos, hogy ki fogják rakni majd ott hátul. De közben nézzük azt, hogy hogy küzdi ez a két gigász. Nagyon jól kezdett Szujovic, kevésbé jól Smith, de most hibázik az osztrák. Nagy, az utolsó nyila mentette meg, hogy kiszállón legyen. Na most viszont itt jöhet egy 180-nal a nyomás. Ó, és az a baj ezzel, hogy a 140 nem kiszállóra érkezett le, így 6 nyila ez 142-re Szujovicnak. Szüksége is lesz rá, hogy elnézem. Ez úgy a tripla 5-be ment. 127 pont. Az csak, igen, ez most nagyon nem jó kör. 55. Magasan hagyja magát, az nem egy nyilas. Azért itt már egy ilyen maratoni hosszúságú meccsen azért azt gondolom, hogy a fizikai és a szellemi fáradtság az azért már ott van. És a határon vannak, hogy kell koncentrálni. Elképesztő dolgokat, hogy energiákat kell minden területen mozgósítani. És bedobja az 51-et Szujovic. A 36-ot még nem, de a dupla 9-re van egy nyila, és azt úgy de nagyon elrontja, te jó ég. Lehetőséget kapsz, Smith. Egy újabb megint frékre. Brékelhet. Ő se találja el a duplát. Mind a kettőknek van egyébként 4-4 bréklegje már a mérkőzésen, tehát a 24-ből 8 olyan leget játszottak le, ahol nem az nyert, aki kezdett. Az egyharmada a legeknek. Ha megint az egyest el kell találni, az megvan, ez nem okozhat problémát. Egy nagy soha és a dupla 4 a célja Menzu Szujovicsnak. Az nincs meg, a dupla 2 előbb megmentette, most nem fogja! Most már sok a hiba. Húha, ez most már nagyon sok bizony, mert így már eldobott 4 nyilat a 13-12, és most Smith dobja be. Megint elveszi. És most megint kezdés van. Igen. Érzi, hogy nagyon fontos, hogy mivel fog kezdeni. És megint alá, és nem jön a tripla, és nem jön a tripla. Elképesztő. És most Szujovics már simán benne van a 180. Már nem. De még mindig ott lett két tripla. Nagyon koncentrálnia kell neki is. Tudják, hogy gyakorlatilag minden nyílnak jelentősége van egy ilyen partiban. 96. És nézd meg Smithnek, az 5. nyíla, a 6. sikerül a tripla 20-asba betalálni. És most ő dobja a triplát. Az ötösből is. 135. Sima százassal is már kiszállóra tud menni. Míg ugye Smithnek a 180 sem lett volna elég, de hát ehhez képest dob egy 59-et. Tehát hátrányba kerül megint. És ez tényleg a döntőleggel dőljön el. Tehát az a. Egyébként oda, igen. Nézd oda. 180! Azt is már is 90-en. 200 pont a különbség. A 13. 2. 180 a meccsen. Ezt is egészen elképesztő, hogy vajon ilyenkor, amikor ugye kétszer is ott van a lehetőség kapujába, mi az, amitől ennyire blokkol? Olyan játékos, aki már döntőt játszott itt, VP döntőt játszott, és csak ott szinte minden nagy major tornán már ott volt a vége számolásnál. Van ilyen idegállapot, de mondom, ez továbbra is az a véleményem, amit már mondtam a torna előtt is, hogy az elején, hogy egészen más körülmények vannak, senki, ugye az, hogy nagyon sokáig nem versenyeztek színpadon, ez nagyon sokat kivett, nagyon sokat számíthat. Dupla 8! De még mindig nem szállt ki, és oda néz, bedobja. Nem dobja be a 32-t! 110 Smithnek a győzelemért! Egy kis extra,
Ó, te jó ég, mekkora hiba volt ez Szujovicstól. A Smith kihasználja-e? El is fordul, ne, oda sem néz. Nem csodálom főleg így? Bedobja a dupla úszat! Bedobja! Hát ez hihetetlen, micsoda fordulat lett a végén. Hú! Szujovics pedig, igen, hát bosszankodhat, mert ezt ő, ezt csak saját magának köszönheti. Egy kicsit elment a Kraft valószínűsíthetően itt a végére. Nem tudott már úgy figyelni, úgy koncentrálni. Hát ez a 32, ez kulcs volt, hogy ezt most nem dobta meg. Ez valami hihetetlen nagy hiba volt a részéről. Persze természetesen az a rengeteg kezdésből elveszített leg is, de hát az mindkettőjüknél. Na, hát egy igazi dráma volt ez is. És akkor folytatásban, 14-12. Ha nem is ilyen fiatalosan, de érkezik majd a 2007-es bajnok. És Gary Anderson.